középre, nézd! Hivatalosan is elindult a határvadász képzés péntek délelőtt az ország 11 pontján, itt Nyírbátorban is. A rendőrségi oktatási és kiképző központ igazgató helyettese beszédében kiemelte, a képzés iránt nagy volt az érdeklődés, így a bekerült tagokkal szemben még nagyobbak az elvárások. A rendőri hivatásról beszélek, egy sajátságos dolog. Én úgy gondolom, hogy önök közül vannak többen olyanok, akiknek már volt munkahelye, és tudják azt, hogy milyen az, amikor munkát vállalunk. A rendőrségnél úgy gondolom, hogy sokkal több kell, mint egy sima munkavállalónál. A rendőri hivatás egy sokkal kötöttebb életformát követel, mind a szolgálteljesítés, mind pedig a magánélet során. Nagyon sok jogi szabályzó és belső norma szabályozza a működésünket, amelyeket önöknek az elmúlt vagy következő hetekben meg kell majd tanulniuk, el kell sajátítaniuk, és ez szerint kell majd a jövőben a tevékenységet végezni. Század! Gyász! Pihenj! Nyírbátorban 71 fő nyert felvételt a képzés első csoportjába. Ők már túl vannak a fizikai, pszichikai és egészségügyi vizsgálaton, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat is ellenőrizte őket. Most egy több mint 6 hónapos képzés vár rájuk. Az első 2 hónapban már munkaviszonyba kerülnek a hallgatók, második hónap végén egy vizsgát kell letenniük, annak sikeres teljesítését követően már a készenléti rendőrség hivatásos állományába fognak kerülni. Maga a képzés egyébként 2017 áprilisa végén fog befejeződni, és 2017 májusától pedig már a szerb-magyar határszakasznál fognak járőrvezeti irányítása mellett járőrözési, őrzési feladatokat ellátni. A csoportok hallgatóit a rendészeti tanintézmények kihelyezett oktatási helyszíneken tanítják majd a rendőrség szakemberei, például itt Nyírbátorban is. Igazából mindig is vonzott az egyenruha, az igazságérzet, korábbi fegyveres testületnél szolgáltam már, aztán igazából ez ösztönzött elsősorban a hazavédelme mellett, hogy itt folytassam az életemet. Hát igazából egy felvételim vagyok túl, egy fizikai felmérés volt. Aztán igazából még most kezd beindulni majd a képzés. Természetesen nem csak fiúk jelentkezését várta a rendőrség, itt Nyírbátorban is több lány is felvételt nyert a határvadász képzésre. Több jelentkezőnek iskolai képzettsége is van a további tanulmányokhoz, de mindenkinek hosszú távú tervei vannak. Minél feljebb törekedjek, hogy minél többre vigyem a rendőrségen belül. Már ez is egy nagy cél számomra, hogy a rendőrség kötelékéhez tartozhatom. Belügyrendészeti szakra jártam Baktaló rendházára, vagy Ádám gimnáziumban, úgyhogy ott egy kicsit megtapasztaltam, hogy milyen ez az állomány. A rendőrség 3000 fővel szeretné bővíteni a készenléti rendőrség határvadász bevetési osztályát a közeljövőben. Jelenleg még több mint 2400 szabad hely van, amelyre folyamatosan lehet jelentkezni, hogy ütemezetten indíthassanak majd újabb csoportokat.